kigondolnák András Szandiról, főleg így a jelentős fogyása után, hogy mennyi idős, természetesen nem áruljuk el, de az magáért beszél, hogy már ekkora lányod van. Hát valóban rólam senki nem gondolná, hogy már akár nagymama is lehetnék. Locsi egyébként 26 éves, nagylány, és mindig is imádta a gyerekeket. Én bármikor készen állok arra, hogy nagymama legyek, és csak a Locsi múlik, hogy erre mikor kerül sor. Alig várom, hogy anélkül, hogy bármilyen felelősségem lenne, kényeztethessem az unokámat, mert majd te vitatkozol a gyerekeddel, én meg csak kényeztetem, szeretem, futok vele, viszem, természetbe megyünk, és mindig ellopom majd. Olyan. És hát nyilván a fit nagymama az egy fontos kérdés, azt gondolom, nem, Lola? Hát te leszel a barátja, szerintem igen, én meg a katona tisztak. Ez valószínű egyébként. Ezért is jó, hogy lefogyott anya, mert majd minél gyorsabban fog tudni futni a gyerekek után. Egyébként szerintem a 40 évvel ezelőtti anyukák, a mostani nagymamák olyan értelemben, hogy nagyjából olyan fizikai állapotban szeretnénk lenni, mint amikor anyukává váltunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Mert örülünk annak, hogyha a gyerekeink tudnak dolgozni, és amennyi terhet le tudunk venni a vállukról, annyit levehetünk, ehhez pedig fitnek kell lenni. Sokan megkerestek barátnők közül, megismerősök közül, hogy anyu mégis hogy fit, és hogy mivel fogyott le. És mindig megkérem, hogy ossza meg velük a kis titkát. És akkor szépen elmondom, hogy micsoda fantasztikus gyógynövény receptúra az, amit használtam a fogyáshoz segédeszközként, és hogy pont olyan problémákra ad megoldást, amit nagyon nehezen tudunk megoldani már 40 fölött, de nyilván a 20-asoknak meg a 30-asoknak is segít, hiszen nem az izomból fogyunk, hanem a hájból, hogy sokkal kevesebb szívódik fel az elfogyasztott táplálékból, hogy felgyorsul az anyagcserénk, hiszen ezzel nekünk nőknek, nagyon sokaknak már akár 10 éves korukban is problémája van, és hogy nem vagyunk éhesek. Mit tapasztaltál akkor, amikor a gyógynövény receptúrát elkezdted fogyasztani rendszeresen? Mi változott meg az életedben, a táplálkozásodban? A nagy öröm az volt, hogy elindult végre a fogyás. Hát előtte éheztettem magam, állandóan mozogtam, mégsem ment le egy deka se, vagy 4-5 hétig. Amikor bevettem az első kapszulát, utána azt érzékeltem, és azt tapasztaltam, hogy elindul a fogyás, hogy hetente 1-2 kilót elkezdek fogyni, hogy nem az izomból, hanem a hájból megy le, tehát, hogy annyira nem is csak kilók, hanem a centik, ami szerintem nagyon fontos, hogy nagyon energikus vagyok, tehát, hogy nagyon sok fogyókuránál, aki fogyókurázik vagy diétázik, azt tapasztalja, hogy nagyon fáradt. Én pedig nagyon-nagyon energikus vagyok. Nem érzem azt, hogy fáradtabb lennék, sőt. Aztán azt tapasztalom, hogy nem vagyok éhes, ami szintén nagyon fontos szerintem. És mindig is gond volt az anyagcserémmel, mint szerintem a nők többségének. És az egyik gyógynövény abban segít, hogy felgyorsult az anyagcserém. Ráadásul nekem van egy pajzsmirigy alulműködésem is. Amikor 86 kiló voltam, akkor eléggé eltértek az értékek, és most meg normalizálódott. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben is segített, jó tartalma miatt is. Az egészen biztos, hogy Andiból nagyon fiatalos és üde friss nagynyma lesz, de Lolita szerint erre még bőven van idő, és lehet rá várni.